Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ezen a versenyen, és a tanulóink eredményesen szerepeltek. Igaz, hogy a tanulók egy picit későn kapták meg a felkérést, és váratlanul érte őket, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a meglévő szakmai tudásuk, illetve szakmai érdeklődésük, elhivatottságuk elegendő volt ahhoz, hogy ezeket a versenyfeladatokat végre tudják hajtani, és eredményesek legyenek. Én úgy érzem, hogy a tanulóknak mindenképpen szükségük van arra, hogy ilyen versenyhelyzetben szerepeljenek. Ebből rengeteget tudnak tanulni, rengeteget tudnak fejlődni, mindenféle szempontból, emberileg, szakmailag, egymás iránti tiszteletet, kötelezettséget, elvárást tudnak tanulni. Másik hozadéka talán ennek a versenynek az, hogy illetve hát az eredménynek, illetve a díjnak majd az lesz, hogy ha eljuthatnak a flíkgyárba egy korszerű üzemet, korszerű mezőgazdasági gyártó sort vagy üzemet meg tudnak nézni, és azokat a műveleteket, azokat a technikákat, technológiákat, amiket esetleg itt csak tankönyvekből ismernek meg, azt majd a gyárlátogatás során a valóságban is meg tudják tapasztalni. Ez a néhány tanuló, vagy ez a kis csapat jó példát mutat a többi tanuló számára is, hogy igenis érdemes részt venni egy ilyen versenyen, és rengeteget jelent szakmai fejlődésük tekintetében, hogy szerepelhettek és részt vehettek a jutalomutazáson.